Leckék a magyar magánjogból. Elmondván a bankár pénzviszonyait, Sándor megnyugtatá, hogy eddig még nincs végveszély. Magam sem félek ettől, hanem barátom, mondja megszokott bizalommal a bankár. Meguntam már egész életemben ugyanazt az egy dolgot tenni, hogy mindig pénzt számítsak. Ezt a szót, mondja Sándor, ebben az országban ma mondják legelőször. Én szívesen ismétlem, folytatja Amaz. Sőt, megmondhatom, hogy a pénzüzletet megutáltam Ez sem magyar gondolat feleli Sándor tehát ez is újdonság. Magyarországban szeretnék letelepedni mondja erős hangon a bankár Ott van Pest utalja Sándor. Megint város, megint kőfalak, megint üzérkedés. Nem, ezt már megutáltam. Én a szabadba vágyva, meglehetős pénzerőmet birtokba fektetem. Nem lehet, uram. Jegyzi meg, Sándor. Nemesi birtokot nem vehet meg más, mint magyar honi nemes ember, s ön tudtommal nem az. De ha én becsületes árt adok a birtokért, többet, mint más akárki, ha ön mindenkincsét odaadja egy holt földért, mégsem lehet, ez nálunk törvény. Hisz, uram, önök kizárják az országból a pénzfolyamot, mely földjüknek értéket adna? Tökéletes, tisztában vagyok e gondolattal, de most nem segíthetünk rajta, mert még sürgősebb teendőink is vannak. De hol vesznek pénzt a kisebb birtokosok? A zsidóknál, uram, kik csak negyed kölcsönöznek s aztán fél árig prolongálnak, akkor pedig dobot üttetnek, hogy a takarékosabb nemes meg tudja még venni fél árért, vagy ami még gonoszabb, a birtok zálogba megyen. És a nagyobb uradalmak? Azok már az önök kegyétől függnek, amint az időt rövidebbre vagy hosszabbra számítják ki, s minthogy az idegen nálunk birtokot nem vehet, záloggal vesződni nem akarnak, tehát még egy mód van, melyel vagyonukhoz juthatnak hosszú évek után, s ez a szekvesztrum. S miként következik az be? Kétféleképpen. Először a családtagjai által, kik az ősi birtok elföcsérlését engedni nem akarják, vagy másodszor a hitelezők által, kik pénzeiket sürgölik. Gondolkodásba esett a bankár, mire Sándor nagyon figyelt, de megvárta, míg a bankár maga megszólal. Barátom, mindketten évszemmel látunk, a majoreszkóra pusztulás vár. Rég látom, felel Sándor. Egy módját tudnám, miáltal legkönnyebben rendbe hozhatná magát. Én is tudok egyet, csak hogy a gondolat nem tőlem származik, s így nem eredeti, de megérdemli, hogy elmondja az ember. Nálunk többen vannak ilyen financiális bajban, minek következménye az, hogy egy némelyik változtatna is a helyzeten, ha tudna. Egy ilyen birtokos közölvén terveit tiszteivel is, egyik tisztartója igen egyszerű tervet ajánlott, mégpedig, ha az uraság meg akar biztosan szabadulni adósságaitól, úgy a tisztartó helyében legyen tíz évig tisztartó, ő pedig ugyanaddig leszen uraság. Nem ügyetlen terv, jegyzi meg a bankár. De mi volt a válasz? Egy ártatlan mosoly, mi nem volt éppen kárhoztatása a tervnek, hanem mivel a gróf erőnek erejével gróf akart maradni, szekvesztrum alá került, mitán még kényelmetlenebb a tisztartóságnál. Tehát most hallgassa meg ön az én tervemet. Kíváncsi vagyok, annál inkább, mert nem remélem, hogy új dolgot fognék hallani. Adja a gróf birtokait haszonbérbe. Ilyen gróf nem akar széles az országban! Inkább szekvesztrumot kér valamennyi! Hisz saját tisztjeik és jobbágyaik roppant árakat adnának! Éppen azért, mert azok saját tisztjeik és saját jobbágyaik, uram! Tehát a büszkeség? Fájdalom, Éppen a büszkeség, egész a szekvesztrumig a legtöbb esetben. És meddig fog ez így tartani? Még jogviszonyaink így tartanak, azaz, mikor bennünket magyar embernek neveznek csupán, nem pedig külön nevezettel, mint most, földes úr és jobbágynak. Tehát a gróf semmi esetre sem fogna a birtok kezelésén változtatni saját javáért sem? A legkevésbé, kinek úgy látszik, föltett rendszere a pazarlás, mégpedig terv szerint. Ezt nem értem. Itt családi viszonyok vannak, uram, melyeknek elbeszélésével máskor szolgálok. Elég az hozzá, hogy a két gróf között feszültek a viszonyok, melyek arra mutatnak, hogy a majoreszkó nem akar másnak gazdálkodni. De nem gondolja meg, hogy hitele egy korcsorbát szenved? Eddig nem látszik meg rajta. Tehát figyelmeztetnék önök az Isten szerelméért. Barátom, az ifjú gróf nem teszi, Klein nem meri, én pedig nem akarom. Miért? Mert a gróf nekem úgy magyarázák Klein úr plenipotenciáját, ha hogy Klein azt parancsolná, miként a kastély gyújtsam meg, énnek érdezzem miért, ha nem gyújtsam meg, tehát nem kérdezek semmit, hanem ügyelek arra, hogy a jogokat ne bántsa senki, és minthogy hogy úr a kastély, vagyis inkább a jószágpusztítást maga végzi, semmi közöm hozzá. És az ifjú gróf mit szól? Hallgat. Látja, hogy a gróf mit akar. Tehát nem akadályozza, majd ha a hitelezők megsokalják, szólni fognak. Barátom, én milliókig vagyok érdekelve, de azt a házat, mely fél század óta velünk összeköttetésben van, nem fogom meggyalázni, hanem a további kölcsöntől visszahúzódom. Jó, akkor bizonyosan más helyütt fognak kölcsönözni. Meg lehet, de legalább nem én fogok lármát ütni, hanem azok. És ön meg fogja átkozni ez országot, melyben önnek igazságot nem adhatunk a legjobb szándékkal is, mert törvényeink az ősi birtokot egész a veszedelemig védik, de legalább győződjék meg, barátom, hogy nekünk sem használ. Tehát lökjék el a törvényt. Csak lassan, barátom. Mi szellőztetni akarunk az ódon épületben, nem légvonatot csinálni. Értem önt. Annál jobb, azért nevesse meg ezt az országot, melynek becsületes emberek jó véleményére oly nagy szüksége van. Tehát semmi mód, hogy én Magyarországban letelepedhessem? Igen, ha ön honosítatni akar. S az miképpen történik? Érdemek által. Meg fogom érdemleni.